Köszöntöm a kedves nézőket, és itt a stúdióban Hargitay Müller Mária Klaudiát, a Pest megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szentendrei Tagintézményének új vezetőjét. Szervusz! Szia! Március óta vagy a szakszolgálatnak, helyi szakszolgálatnak az új vezetője. Egy kicsit én visszábnyúlnék az időben. Hogyan indult nálad a szakma iránti érdeklődés, a segítő szakma iránti érdeklődés? Hogyan voltak esetleg erre utaló jelek gyerekkorodban? Nagyon szenzitív gyerek voltam, de elsőnek egyébként matek-fizika tanárnak készültem, aztán közgazdász lettem, de közben már azért erősen megfogalmazódott a pszichológia iránti érdeklődésem, ami úgy fontos volt, hogy a gyerekekkel szerettem volna, hogy egy korai időszakban szerettem volna foglalkozni, vagy így segíteni, tehát hogy segítséget nyújtani embereknek. Tehát, hogy ez valószínűleg a szenzitivitás, vagy így szerettem így nagyon mentalizálni így az embereket, vagy így felmérni, hogy így hogy működnek, tehát, hogy ez így ott volt bennem. És hogy a gyerek irányba mentem el, az abban főként ez a prevenció volt, tehát hogy felnőttekhez nyilván könnyebb kapcsolódni, mert hogy gyerekeket megérinteni az egy picit nehezebb, főleg minél kisebbek, viszont ez egy nagyon, nagyon olyan érzékeny időszak, ahol sokkal hatékonyabban lehet beavatkozni, vagy már olyan alapok, vagy olyan pontokon benyúlni, és olyan segítséget nyújtani, ami már a felnőtt korra vonatkozóan egyfajta olyan pontot ad, ami egy protektív tényező lehet a későbbiek során, tehát a későbbi bármilyen igénybevétel vagy megterhelésre vonatkozóan. Említetted ugye, hogy nem rögtön érettség után nem rögtön a pszichológiát választottad. Hogyan tértél aztán vissza? Miért érezted mégis fontosnak, hogy ebbe az irányba folytasd a tanulmányaidat? Igen, hát az érettségi után ott még egy felvételi rendszer volt annak idején, tehát hogy ott még szigorúbb, tehát hogy más volt ugye annak idején, ugye az, hogy bekerüljön az ember erre a szakra, és hát nem volt túl sok időm és időm arra, hogy felkészüljek a felvételire, így azt az utat választottam, hogy ha már ez a reál irány annyira ott jelen volt, hogy akkor elindulok először. Tehát az volt a tervem, hogy milyen nagyon sok időm van, és mennyire fiatal vagyok, és mennyire ráérek, ezért még akkor legyek először, hogy közgazdász, és akkor utána pszichológus. Tehát mert oda egyből felvételt nyertem, oda adtam be, az így könnyen megvalósult, nagyon könnyen így vihető is volt a dolog, és akkor utána gondoltam, hogy akkor még annyira fiatal vagyok, és annyira ráérek, hogy még bőven belefér az időmben. Aztán az élet ezt egy picit átírta, mert közben férjhez mentem, meg született egy gyermekem, úgyhogy a pszichológiai tanulmányaim egy évvel vagy másfél évvel így elhúzódtak. Szokták mondani, hogy ha valaki elvégzi a pszichológia B-ját vagy az M-át, az igazából csak egy kiinduló pont, onnantól egy szerte ágazó terület nyílik meg az ember előtt. Ugye te klinikai szakpszichológus is vagy, illetve családterapeuta is. Még előtt. Illetve jelölt, bocsánat, igen. Kicsit nekem úgy tűnik, így kívülállóként, mint hogy ez a kettő a pszichológián belül, mint hogy kicsit így messzebb esne egymástól, ezt rosszul látom? Hát szerintem messze nem mondanám. Tehát, tehát a családterápia az tulajdonképpen egy módszer specifikus képzés, ugye ott más tulajdonképpen az indikációja, mint mondjuk egy egyéni terápiának. Tehát, hogy ott az, hogy a klinikai vonal, tehát ez a kettő, ez teljesen illeszthető egymáshoz. Tehát, hogyha mondjuk ugye egy súlyosabb mentális problémákkal küzdő családok esetén az embernek van még egy ilyen jogosultsága, vagy ilyen szakmai háttere, hogy erre egy picit jobban rálát, akkor nyilván teljesen másképp tud jelen lenni. Tehát, hogy emellett, hogy használja a családterápiás, párterápiás módszereket, emellett még erre is van egy rálátás, vagy még itt ezeket az elemeket is bele lehet integrálni tulajdonképpen a folyamatba. Tehát, hogy nem áll külön. Tehát, hogy És előbb jött a klinikai szakpszichológus irány, és a családdal jött a családterápiás vonal? Ez így menet közben, tehát minden esetben ugye lényeges, hogy az ember egy módszerekkel dolgozzon, tehát, hogy terápiásan, tehát, hogy legyenek terápiás módszereink, amivel ugye nyilván, hogy hatékonyabb, meg problémafókuszú segítséget tudjunk nyújtani. Ez egy időben jött, ez a kettő, tehát, hogy egyszerre kezdtem el, vagy hát majdnem egy időben esett ez a kettő, csak az még tart, tehát, hogy ott most a vége fázisánál tartok. Mik voltak azok a fontosabb szakmai állomások, amiket kiemelnél? Munkahely szempontjából? Akár munkahely, akár lett kutatás, bármi. Ja, igen, kutatásban is részt vettem. Igen,
Végül is, amikor végeztem, tehát a mester részen, akkor utána elmentem, tehát ott egy megyei szakértői bizottságba mentem el, a fővárosba. Ott nem voltam túl sok ideig, mert hogy ott, tehát nekem fontos volt tulajdonképpen amellett, hogy, mert ott ugye főként szakértői vizsgálatok zajlanak, tehát hogy ugye a megsegítés az kevésbé, vagy hát ez egyetlen ugye nincs jelen. Ez nekem fontos irány volt, meg ugye mindenképpen szerettem volna ezt a klinikai irányt így megkezdeni. Ezért ott egy rövid időt voltam, és akkor utána jöttem át ide a szakszolgálathoz. Tehát, hogy azóta itt dolgozom, tehát a Szentendrei Szakszolgálatnak a pomázi telephelyén. Ez tulajdonképpen most változott, hogy akkor itt az ügyviteli telephelyre jöttem át. Kutatásokat illetően, hát már a szakdolgozatomat is igyekeztem úgy megírni, hogy egy olyan szakmai színvonalon, hogy az úgy vihető legyen, tehát hogy voltam konferencián, tehát hogy előadóként részt vettem, poszter szekción is voltam, tehát hogy igen, volt ilyen munkásságom. És hogy jött ez a lehetőség, hogy megpályázd ezt a vezetői állást? Hát ez egyébként, tehát egy ilyen belső megkeresésre, tehát hogy így, hogy gondolkodjak, hogy mit gondolnék erről. Hát kihívásnak gondoltam, meg egy nagyon, nagyon szerteágazó, komplex és egy nagy feladatnak tulajdonképpen ezt így elvállalni. És most igyekszem, tehát tőlem telhető módon ennek a feladatnak megfelelni, tehát egyre jobban bevonódni, egyre jobban megérteni a működést, egyre jobban ott lenni azokon a területeken, ahol vezetői beavatkozás szükséges, és ezt az egészet átlátni, koordinálni. Talán nem mindannyian tudjuk, úgyhogy egy kicsit arra kérlek, hogy mesélj arról, hogy egy pedagógiai szakszolgálatnak, akár itt a Szentendrei Tagintézménynek milyen feladatai vannak, milyen kihívásokkal szembesültök nap mint nap? Hát most ez a jelenlegi helyzet, ez most így egy kihívás volt számunkra. Hát a szakmai szempontból, hogy most, tehát hogy arra vonatkozó a kérdés, hogy szakmai szinten, vagy inkább a... Milyen jellegű feladatokat látok el? Gondolok itt akár, hogy milyen, kik jöhetnek hozzátok, milyen szolgáltatást adtok, úgymond akár logopédiára gondolok, pszichológusokra. Ja, értem, hogy tehát hogy ilyen szakmai Igen. szempontból. Több szakfeladat van nálunk, ugye van, amit ugye korábban említettem más vonatkozásban, de ugye van a szakértői bizottsági tevékenység, tehát ez a járási bizottsági tevékenység, ugye ahol szakértői vizsgálatok zajlanak, gyógypedagógus, pszichológus látja el ezeket a vizsgálati folyamatokat. Ugye itt történik az, hogy megállapításra kerül, vagy nem, hogy egy gyermek tanulási, beilleszkedési, vagy magatartási nehézséggel küzd, illetve hogyha a sajátos nevelésigény fölmerül, akkor tovább küldjük ugye a megyei szakértői bizottságba ezeket a gyermekeket, tehát van ez a szakértői feladat, ahol ugye kijelölünk fejlesztési területeket, tehát hogy hogyan kéne ugye a gyermeknek, tehát hogy ezt egy szakértői véleményben leírjuk a javallatokat, hogy mit javasolnánk további megsegítés céljából. Tehát ez az egyik szakfeladat, van a nevelési tanácsadás szakfeladat, ahol ugye a megsegítések, tehát a terápiák zajlanak, gyógypedagógiai terápiák, pszichológiai megsegítések, tehát hogy az egy heti rendszerességgel zajló folyamat. Ott csoportos terápiák is vannak, családterápia is van az intézményben, tehát arra is lehet jelentkezni. Ez önkéntes jelentkezés alapján zajlik, ugye, tehát ennek ide való bekerülés a nevelési tanácsadásba. Még ugye a szakértői bizottság az is lehet önkéntes, vagy az iskola a szülő egyetértésével, ugye, vagy az intézmény, óvoda vagy iskola intézmény beadja ugye erre vonatkozó kérelmet. Akkor van a logopédia ellátás, az inkább feladatellátási helyeken valósul meg, illetve van ambuláns ellátás mindkét telephelyen. Egy-egy kollega dolgozik ambulánsan, ugye ők végzik ugye a szűréseket, tehát az 5 évesek, 3 éveseknek a szűrések és a logopédiai terápiája zajlik ugye ezen a szakfeladaton, illetve logopédiai vizsgálatok folynak ugye az intézményben. Van a korai részleg, tulajdonképpen ez a korai fejlesztés, gondozás szakfeladatunk, ahol 0-3 éves gyerekeket látunk el, tulajdonképpen ott zajlik, konduktor is be van vonódva ugye ebbe a részlegbe, és akkor az ő fejlesztésüket valósítjuk meg. Ezt az ügyviteli, meg a telephelyen zajlik most főként, meg a bölcsödében kaptunk egy kis részleget, amíg nem alakul meg az új telephely, tehát hogy eddig meg a pomázi telephelyen is volt korai, de hogy ott most ilyen picit ilyen szűkösebb a kapacitás, ezért ott most ugye nem tudunk lenni ezzel a
feladattal fizikailag. Igen, akkor van ugye tehetségazonosítás, tehetséggondozás szakfeladat, ott volt egy ilyen személyi váltás, tehát hogy volt egy kollega, aki hosszú éveken át nagyon magas színvonalon ellátta ezt a szakfeladatot, most ez így éppen ilyen újra szerveződés alatt van, tehát hogy van kollega, a tagintézmény helyettes, ő látja most főként el ezt a feladatkört. Emellett ugye van az iskola óvodapszichológusi koordinációs feladat, ott is volt egy személyi váltás, tehát hogy azért több személyi váltás volt itt az utóbbi időben. Ő már úgy látom, hogy aktívan bevonódott, tehát hogy ő koordinálja az iskolapszichológus óvodapszichológusokat, tulajdonképpen is így ad nekik szakmai segítséget, támogatást. Tulajdonképpen ezek a szakfeladataink. Most ezeket a feladatokat mennyire tudtátok elvégezni? Mennyire szólt közbe a járvány ilyen szempontból? Vagy az, hogy mondjuk nem volt iskola, ugyanúgy fogadhattátok-e a gyerekeket? Vagy volt-e ilyen szempontból valamilyen változás? Nem volt változás, tehát hogy online, tehát hogy főként digitális munkavégzésre álltunk át, de a személyes jelenlét is a rendelet szerint megengedett volt, tehát hogy tulajdonképpen ilyen nagyon rugalmasan az igényeket, lehetőségeket, a szakmai igényeket, hogy a szakemberek hogyan vannak ezzel a helyzettel, a családok, tehát hogy megpróbáltunk mindkét fronton működni tulajdonképpen. A munkavégzés folyamatos volt, tehát nem állt le egyáltalán az intézmény, sőt, nagyon aktívan dolgoztak a kollégák, tehát hogy így le a kalappal előttük, tehát hogy így nagyon rugalmasan alkalmazkodtak, és vitték tovább az ellátást ugyanúgy, mint korábban. De nehéz volt, tehát hogy sok bizonytalanság volt, várakozás, hogy alakul egyik hétről a másik hétre, tehát hogy egy ilyen készenléti állapot azért folyamatosan volt. Nehéz volt egyébként neked átvenni? Pont így a harmadik hullámnak a közepén voltunk, ha jól számolok, így március elején ezt az új vezetői pozíciót, vagy segítettek a kollégák, és úgymond már jól ismerted a közeget, úgyhogy nem volt úgymond nagyobb probléma. Segítettek, meg abszolút folyamatosan is segítenek, és ez nagyon-nagyon-nagyon jó érzés, tehát hogy ez nagyon fontos is számomra. De azért nehéz volt, tehát hogy azt nem mondhatom, hogy nem volt nehéz, tehát hogy sok szempontból nehéz volt. Tehát amikor becsöppentem, akkor volt ugye az OH kirendeltségek kapcsán végeztünk ugye iskolai érettségi vizsgálatok, az is nagyon sok szervezés, koordinációt igényelt, illetve ez a mostani helyzet is, külön egyeztetés, felkészülés, tehát hogy azért nehezebb ez a helyzet. És szerintem azért így mentálisan is megterhelőbb mindenki számára. Beszéljünk egy kicsit a budakalászi telephelyről. Itt milyen jellegű feladatokat végeztek, vagy fogtok végezni, illetve mit tudhatunk most a telephelyről, mi a helyzet vele? Jó. Tehát a Pomázi, tehát hogy tulajdonképpen Pomázon van most ugye, tehát van az ügyviteli telephely Szentendrén, a Pomázi telephely az korábban ugye, ahol sok-sok éven keresztül volt, onnan ugye elköltözött most szeptembertől. Most egy ilyen bérleményben vagyunk, tehát idéglenesen, ott nagyon szűkös most így a fizikai kapacitás, nagyon jó, hogy azért van, tehát de ez így hosszú távon, ez így nagyon nem túl szerencsés ezt így vinni, tehát hogy ez azért sok-sok-sok alkalmazkodást kíván így a kollégák részéről, tehát három teremen osztozkodnak, tehát hogy ezért ez nagyon-nagyon sok előkészület, koordináció, beosztás, tehát hogy ez így nehéz most ez a helyzet. Ami szakfeladat, ugye, amit visz ugye az a tehát a Pomázi telephely, ami majd Budakalászra költözik, tehát a szakértőbizottsági tevékenység az ugye most is folyik, tehát az ugyanúgy, tehát hogy az változatlan. A nevelési tanácsadás, logopédia, ambuláns ellátás az még van. A korai részlegnél volt egy ilyen fizikai átszervezés így a teremhiány miatt. Ez vagy Budakalászon akkor újra tud indulni, tehát hogy ez ott a továbbiakban is lesz, illetve a tehetségazonosítás gondozásnak a részlege az tulajdonképpen az ott is meg tud esetleg valósulni, tehát hogy ezek a szakfeladatok, ezek maradnak, meg ugye a logopédia, azt mondtam. Hogyha nézzük így unblock a Szentendrei tagintézményt, akkor milyen tervek vannak? Most így mondtál több változást, akár személyi változást is, ugye nem sokára jön a nyár is, gondolom az is jár azért egyfajta változással, többen elmennek majd szabadságra. Ilyen szempontból mik a tervek így a következő időszakra? Van-e bármilyen fontosabb jellegű dolog?
Hát most ugye, most jön az év vége, tehát hogy azért most, tehát lezárás, beszámolókat készítünk, statisztikát, tehát hogy azért most még lesz egy ilyen nagyon intenzív, egy hónapos időszak, amiben belefoglaltatik az is, hogy majd elkezdjük megszervezni ezt a nyarat, tehát hogy ez már így folyamatban van, hogy beosszuk, hogy legyenek szakemberek ugye az intézményben, tehát hogy a feladatellátás folyamatos legyen, tehát hogy nyári folyamatos nyitvatartással ugye működünk, és hogy így illeszthető legyen az, hogy mindenki el tudja, ki tudja venni ugye részarányosan a szabadságait is. Hát nagyon jó munkát kívánunk nektek, és köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és kitartást kívánunk a következő nagyon szépen is. Köszönöm. A mai adásban Hargitay Müller Mária Klaudiával beszélgettem. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Minden jót kívánok. Viszontlátásra.